Sziasztok! Münchenbe megyek, ahol a külföldön élő, dolgozó, tanuló momentumosok gyülekeznek, ez az éves összejövetel, és vonattal utazunk. Itt Bécsben vagyok jelenleg, a bécsi főpályaudvaron, a Hauptbahnhofon, és amíg ez az átszállás tart, hadd osszak meg veletek néhány gondolatot. Itt Bécsben most a magyaroknak, akik München felé akarnak menni, 40 perc átszállás idejük van. Na most, mivel Lázár elrendelte a vészmunkálatokat az egyes fővonalon, ez 20 percre, tehát a felére csökkent. Mi történt? Az történt, hogy egy-két héttel ezelőtt még mehetett Budapestről Münchenbe átszállás nélkül minden magyar. Ez megszűnt. Ugyanis annyira késett minden Lázár vagon, hogy az osztrák vasutak, az ÖBB egyoldalúan elvágta az Orbán rendszert és vele sajnos a magyarokat a nyugat-európai közlekedési hálózattól. Az Orbán kormány közlekedési miniszterét Lázár Jánosnak hívják. Arról a Lázár Jánosról van szó, aki 5 éve idejött Bécsbe panaszkodni a magyaroknak, hogy micsoda pocsék ez a hely. Az a Bécs, ami 2009 óta a világ legélhetőbb fővárosai közé van folyamatosan beszavazva. Ausztriában egyébként 3-szor annyit költenek a vasutak fejlesztésére, mint az autópályákra. Nálunk ez pont fordított. Pedig a 21. században a vasutak, a vonatozás a modern, korszerű és környezetkímélő eszköz. Ezen fogunk változtatni. Miniszter úr, beszéltem jó néhány az ön alkalmatlansága miatt átszállásra kényszerített magyar utassal. Azt kell önnek jelentsem, hogy egyre kevesebb kormánypárti szavazó utazik ezeken a vonalakon az ön hibájából. Nemhogy egy ilyen pályaudvart nem tud megépíteni, de a vonatokat sem tudja menetrendszerűen járatni. Lássa be végre, nem bír el ezzel a feladattal.